Táplálékát keresi a Magyarország erdeiben is őshonos vaddisznó. Országosan a becslések szerint körülbelül 100 000-re tehető a vaddisznók száma. Az Európai Unió az afrikai sertéspestis terjedésére hivatkozva kötelezte az országokat az állomány drasztikus csökkentésére. Karácsony Tibor, a Keskenyi Földtulajdonosi Vadásztársaság vadászmestere azt mondja, annak ellenére, hogy a területük nem kimondottan nagy vadas övezet, őket is érinteni fogja a szabályozás. Március 31-ig kell egy éves tervet benyújtani a vadászati hatóságnak, hogy milyen mértékben kívánjuk elérni ezt a 50%, illetve csökkentést a 2025-ig. Megkapjuk azt a lehetőséget, hogy mi dolgozzunk ki egy olyan tervet, ami a adottságainknak megfelelő. De február 15-ig kapunk majd a vadászati hatóságtól egy iránymutatót ez ügybe. A vadászmester azt mondja, nehéz dolguk lesz a terv kidolgozását illetően. Nálunk a vaddisznó csak táplálkozni jár ide. Igazából a törzsállományt olyan 30-40-re becsüljük ilyenkor, ami a területen van nyáron, persze többre, de nem nálunk lakik a vaddisznó, hanem az nagyobb erdőségű területekről jár át. Nálunk inkább a vaddisznó nyáron van jelen, amikor a mezőgazdasági kultúra úgymond fedi a területet, és ekkor nehezebb is rá vadászni. Mi egyébként is annyi vaddisznót lövünk, amennyit csak bírunk, úgyhogy a vadkár miatt mi nem gazdálkodunk így módon a vaddisznóval. Annak ellenére, hogy nem vagyunk nagyvadas terület, nálunk olyan 230 és 260 között van évente a lelejtés. A nagyvadas területeket különösen érzékenyen fogja érinteni az ebből adódó bevétel kiesés. El fognak maradni a vaddisznóhajtások, úgyhogy senki nem fog jönni. Szerintem még van egy évünk talán, ami még úgymond eladható, mert ugye nem megy egyik pillanatra a másikra ez a drasztikus vadállomány csökkentés, de szerintem érzékenyen fogja érinteni nagyvadas területeket. Bízom benne, hogy egyszer csak csoda is fog történni, hogy talán megtalálják az ellenszerét. A vadászmester azt mondja, ha a kutatók kifejlesztenék a gyógyszert, az állatok etetésével meg lehetne oldani az orvosság beadását. Ez a legfrissebb adat, 2019-es, tehát hogy osztik el hazánkban a vaddisznó állomány. Tehát az intézkedés főleg, mint látjuk, a Dunántúlt érinti majd hazánkban. Király István, az Országos Vadászkamara Tolnamegyei titkára azt mutatja a másik grafikonon, hogy ha sikerült teljesíteni az előírt tervet, akkor 2025-re a Tolnamegyei vaddisznó állomány közel a tizedére esne vissza. De az elmúlt évek állomány becslési adatai alapján valahol a 6 és 10 ezer körül van a vaddisznó állománya egyet szám a Tolnamegyében, ez 67 vadászterületen belül oszlik el. Amennyiben ez a nemzeti akcióterv az ASP kezelése kapcsán az 5 év múlva elérendő 0,5 per 100 hektáros értéket el fogjuk érni, vagy ez ugye ez lenne a cél, akkor ez az állomány nagyság, ez olyan 1100 egyetből kellene, hogy álljon. Ez hozzávetőlegesen egy kb. 40 évvel ezelőtti állomány nagyság szintre vetheti vissza, lehet ezzel a szóval érni a megyei vaddisznó állomány nagyságát. Többféle előnye és hátránya lehet ez. Nyilván itt prioritást élvez jelenleg az ASP, mint nemzetgazdasági szempontból is kockázattal járó, kórokozó visszaszorítása. Tehát azt a célt értelemszerűen ezzel meg lehet közelíteni. Vadgazdálkodási szempontból lesz hátránya, meg némi előnye is. Hátránya az, hogy azért a vaddisznó a gimszarvas mellett az egyik legnagyobb árbevételt tudja a vadgazdálkodóknak eredményezni, bérvadászat során, stb. Nem beszélve róla, hogy megyénkben is számos, jól működő vaddisznós helyet található jelenleg, amelyek a szabad területi állomány befogásával kerülnek évről évre feltöltésre. Ez egy ilyen állománysűrűség mellett tulajdonképpen nem lesz kifizetődő, ezek üzemeltetése. Lehet pozitív oldala is, a mezőgazdasági vadkárnak két nagy főszereplője van, ha lehet így mondani, a gimszarvas és a vaddisznó. Egy ilyen állománysűrűség mellett, vaddisznó állománysűrűség mellett nyilván ez mérséklődni fog, de a probléma azért még nem fog megoldódni ezzel. Az afrikai sertéspest is nem csak a vaddisznóra, de a házi sertésre is veszélyt jelent.
A kórokozók terjedését mindig a nagyobb állománysűrűségek segítik elő, ezt szerintem mindenki tudja, aki foglalkozik ilyennel, tehát az állománynak egy értelmes szinten való tartása, az nyilván a tovább terjedésnek egyfajta gátja lehet. Tehát biztos, hogy a lehetséges megoldások közül ez az egyik jó megoldás része lehet. Viszont ha kint az állomány fertőzöttségi hányada nagyobb, ugye azzal azért kontaktba kerül nem csak a vadász adott esetben, és ez a vírus tekintettel arra, hogy nagyon nagy a túlélő képessége gazdaegyeden kívül is, könnyedén beordható a zárt térben, tehát a házi disznó állományba is. Tehát valószínű, hogy ezek a fajta kontaktok is csökkenni tudnak ezzel. És mivel még nincs ellenszere a betegségnek, így első számú megoldásként az állománygyérítés maradt.